Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy a Beszélő Városok sorozatban megjelent a Kőszegi Történeteket Feldolgozó következő kötet, az első után a Kőszegi Történetek, után a második, Kőszegi Polgárok címmel. Most közel másfél órát annak az alkalomnak szentelünk, hogy beszéljünk arról, hogy mit is tartalmaz ez a kötet, mit csináltunk benne. Köszönöm szépen, igen, itt látható a borítója. Frissen jött a nyomdából, és mi is most barátkozunk vele. Mielőtt a kötetről beszélnénk, hadd mutassam be a kerekasztal résztvevőit, Miszlivec Ferenc főigazgató urat, Pók Attila történész, az intézet kutatója, Tokai Nagy Erzsébet könyvtáros, szintén az intézet kutatója, Söpte Imre levéltáros, történész, Bokányi Péter, irodalomtörténész, irodalmár, szintén ájászkos kutató, illetve Bariska István, aki levéltáros, nyugalmazott főlevéltáros, illetve emellett a kötetnek, immár másodszor, hiszen az elsőnek is, a nagyon értő és alapos kritikusa, lektora volt. Köszönöm szépen, én pedig Mátai Monika vagyok, aki szerkesztettem ezt a kötetet, illetve hozzájárultam történészként és ájászkos kutatóként a tartalomhoz. Tehát erről fogunk beszélni, és a beszélgető társaim mellett a zenész kollégákat is szeretném bemutatni, illetve Zoli, megkérnélek, hogy te, mint ebben sokkal járatosabb, tedd ezt meg. Magadat és a kollégákat mutatja. Igen, két zenésztársam, pontosabban két kőszegi polgár adja ennek a mai estének a zenei főtartalmát. Cher Bettina és Cher Uwe, kőszegi vonósok. Kőszegi zenék fognak majd fölhangzani, többek közt az ő kutatásukban, és jó magam a szövegeket olvasom, illetve zenészként közreműködöm, Mizsei Zoltán. Köszönöm szépen. A mai estét úgy terveztük, és ez abból is látszik, hogy bemutatkoztunk, hogy próbáljuk azt a koncepciót, azt a tartalmat megmutatni, amit ez a könyv, amit ebben a könyvben csináltunk. Ugye ennek a egyik kulcsszava ennek a megközelítésnek, történelemfelfogásnak az, hogy komplex, interdisziplinárisnak is lehet nevezni. Tehát zenészek, irodalmárok, történészek, levéltárosok dolgoztak együtt. Amit talán nagyon fontos elmondani még róla, hogy alapkutatásokat mutatunk be, de úgy, hogy az olvasható, fogyasztható legyen, majd beszélünk az olvasó szempontjáról, hogy ő mit kap ebből, mit élvezhet ebből. Illetve mindenkor arra törekedtünk, hogy az egyes kőszegi sorsokat megpróbáljuk integrálni valamilyen nagyobb narratívába, nemzeti vagy akár nemzetközi történelembe, és így módon keressük meg a kapcsolódási pontokat Kőszeg és úgymond a környező világ között. Illetve talán még annyit érdemes megemlíteni, hogy ebben a kötetben nagyon törekedtünk arra, hogy azok a hálózatok, kapcsolati hálók, szakmai, családi, baráti, amelyek mozgatták mindenkor is az itt élő embereket, természetesen nem csak Kőszegre jellemző, de Kőszegre is egy ilyen középváros esetében döntő, hogy ezek a hálózatok hatékonyak legyenek, hogy ezeknek az egyes részevői kicsodák, hogyan kapcsolódnak a többiekhez. Ezek talán azok a legfontosabb pontok, amelyeket a kötetben érintettünk. És akkor most kezdjük el a valódi munkát. Az első történet, amelyről ma este szó lesz, Kis János altábornagy sorsát fogja itt felvillantani. Feri, parancsolj. Csak, hogy nem zenét akartuk hallani, azt hiszem először. Igen, igen, bocsánat. Sem köszönöm. Baj. Thank you.
van óta, és ezt követi Kis János altábornagy történetének a bemutatása és az erről való beszélgetés. Először kérem szépen, hogy nézzük meg azt a filmhíradó részt, amelyben a temetés, ami a temetése a kor készült. A kúria előcsarnokában ravatalozták fel Kis János vezérezredest, az ellenállási mozgalom hős vértanúját. A nemzet egyik leghűségesebb fiát, hogy innen kísérjék utolsó útjára. Ezen a kegyeletes aktuson teljes számban jelentek meg a kormány, a külföldi hatalmak budapesti megbízottai, a honvédség, az ellenállási mozgalom tagjai és a demokratikus pártok képviselői, hogy utolsó útjára kísérjék azt a férfiút, akit Bajcsi Zsilinszky Endre a bátrak legbátrabbikának nevezett. Beszentelést Polba János vezéresperes végezte, majd Tombor Jenő honvédelmi miniszter búcsúztatta a nagy halottat. Szviridov altábornagy Vorosilov marsal képviseletében emlékezett meg a hős katonáról és mártírról, aki nem áldozta fel hiába életét, mert a közös ellenség, a fasizmus örökre megsemmisült. A honvédség nevében Almási Pál vezérőrnagy, a főváros és a lakosság nevében Kővágó József búcsúztatta Kis János vezérezredes. Gyászmenet végeztével a koporsó a nemzet nagy vértanújával elindul Kőszegre, ahol a családi kriptában helyezik örök nyugalomra. Kérlek szépen, Zoli, hogy a vallomásából, amit a hadbíróság előtt tett, olvasd fel egy részletet. Tudtam, hogy a törvényes rendelkezéseket ezzel megszegem, és hogy rögtön ítélő eljárás alá esik cselekményem. Mégis vállaltam a katonai vezető szerepet azért, mert erre régi barátom és bizalmasom Bajcsi Zsilinszky Endre felkért. És meggyőződésem volt, hogy ezzel a nehéz helyzetben lévő hazámon segíteni tudok. A közüzemek és hidak hadászati robbantásának megakadályozását nem annyira erőszakos úton, mint inkább műszaki beavatkozással gondoltuk végrehajtani, és ehhez az előkészületek és megbeszélések megtörténtek. Igen sok megbeszélést tartottam Zsilinszky Endrével, a beszervezett tisztjeimmel, elsősorban helyettesemmel, Nagy Jenő ezredessel, Almásri ezredessel, továbbá Tarcsai Vajmos századossal. A mozgalomba beszervezett tiszteknek, mint tényleges katonai személyeknek, az elvonuló magyar hadsereggel kiürítés esetén a várost el kellett volna hagyniuk. Nem akartam őket szökésre rávenni, ilyenről köztünk nem is volt szó. A Bajcsi Zsilinszky által készített kiáltványokat, amelyeket a röpiratokból íródtak, ismerem, mert Zsilinszky azt előttem felolvasta. Tudtam azt is, hogy Zsilinszky illegalitásban él, különböző lakásokon. Én mindenképpen itt maradtam volna a város kiürítése esetén is, bár nem volt semmiféle biztosítékom arra vonatkozólag,
hogy az oroszok megkíméltek, vagy a mozgalmat elismerték volna. Makkai vádlott keresett fel Kőszegen, és közölte velem, hogy egy ellenállási mozgalom van készülében, melynek vezetője Zsilinszky Endre, és akitől azt az üzenetet hozta, hogy a mozgalomba való bekapcsolódás véget jöjjek fel Budapestre. A hívásnak eleget tettem, és Makkai gépkocsiján Budapestre utaztam. Köszönöm szépen. Ugye a két esemény között egy év telt el, 45 decemberében temették el, illetve temették tulajdonképpen újra Kis Jánost, mint a nemzet hősét, de ez igazából a magyar történetnek egy eléggé elfeledett pillanata. Akkor ott nagy jelentősége volt, hiszen, hát ahogy látszott a bejátszásból is, óriási politikai, hát szimbolikus esemény volt. Attila, ebben a magyar emlékezet politikában hova tennéd te, mint ennek a kérdésnek a szakértője? Köszönöm szépen. Hát a magyar történelemben nem ritka, hogy valakit kivégeznek, majd utána hősként ünneplik. Csak az viszont meglehetősen ritka, hogy ilyen rövid idő teljen el a két esemény között. Az ünneplésre nem elsősorban az áldozatnak volt szüksége, hanem az akkori magyar társadalomnak. Mert ebben a szimbolikus temetéssel azt próbálták elérni, hogy az egész magyar társadalmat az ellenállók oldalát támogatóként tüntessék fel, hiszen ha hallottuk a híradónak a szövegét, hogy hát sikerült ugye együttes erővel, mert most a különböző megszálló országok meg a képviselők is jelen vannak, sikerült velük együtt legyőzni a közös ellenséget. Hát sajnos nem erről volt szó, ugye a társadalom az sokkal megosztottabb volt, viszont ha ezt az emlékezet politikájának a szempontjából nézzük, az adott esetben alig lehetett volna másképp eljárni. Viszont hogyha történészként vizsgáljuk a dolgot, akkor sokkal differenciáltabban kell ezt megítélni, hiszen sokkal megosztottabb volt a magyar társadalom annak a ügyében, hogy áruló volt, vagy nem volt áruló a kivégzett áldozat, de ez a történész feladata. Akkor meg kellett próbálni kísérletet tenni arra, hogy helyreállítsák a magyar társadalomnak a kohézióját, és ez, amit láttunk, ez arra volt egy próbálkozás. Köszönöm szépen. Boriska Istvánt arról szeretném megkérdezni, hogy hát mint olyan mint történészként, és mint olyan személy, aki ugye olvasta is ezt a kis írást, amit a könyvbe betettünk, hogy látod, vajon milyen lelki állapotban indult Kis János erre a végzetes vállalkozásra? Nem lehetett egyszerű, mert tudnivaló, hogy ő a felesége itt tanított Kőszegen, és megtehette volna azt is, hogy nem vállalja, amire fölkérték. Tehát ő ambivalens lehetett, amikor erre vállalkozott, és mint a területen kiváló szakember, mert a hadtörténet egyik kiemelkedő figurája, pontosan tudta, hogy amire vállalkozik, az akár végzetes is lehet. És hát így is lehet, mint tudjuk. Ennek ellenére ott is akkor óriási jelentősége volt. Az egy másik kérdés, hogy Attila mondtad, ez teljesen igaz, hogy itt nagyon gyorsan változott az, hogy ki áruló és ki hős. A 44 végén árulnak minősítetéseként kivégzett Kis János egy évvel később hős, de néhány évvel később a Rákosi korban valószínűleg újra az árulók padjára került volna, ezt ugye már nem élte meg. Hát ő az egyik olyan kőszegi figura, akin keresztül pillanatok alatt eljutunk a nagy történelemhez. Menjünk tovább, a következő, az pedig egy olyan épület, amelyre, hogyha először ránézünk, akkor nem biztos, hogy aki nem ismeri a kőszegi belvárost, rögtön rájön arra, hogy a Hősök tornya az valójában egy historizáló épület, de nem egy igazán régi épület. Ugye 1932-re készült el, az ostrom 400. évfordulójára. És most próbálom itt a forgatókönyvünket. Igen, most egy új híradó bejátszás következik először, az pedig abból az alkalomból, hogy ezt a bizonyos Hősök tornyát, vagy Hősök kapuját, mind a két néven ismeretes, átadják. Ez egy nagy ünnepség volt,
1932. májusában. És Jurisicsnek rettenthetetlen elszántsága, a várvédőknek nagyrészt kőszeg, békés munkához szokott polgárainak emberfölötti hősiessége az elődök iránti hálás kegyeletéből elég gazdag lett ahhoz, hogy a hálának ezt az őrtornyát, ezt a monumentális alkotást és a hősök kapuját megépítse. Csöpte Imrét hadd kérdezzem meg arról, hogy tulajdonképpen hogyan gondolkodjuk, mi volt a kőszeg számára a jelentősége ennek a dupla ünnepnek. Ugye egyrészt az első világháborús hősöket ünnepelték, másrészt pedig a 400. évforduló alkalmából ugye a Jurisics féle ostrom hőseit. Hát én megtöbbszörözném ezt a megemlékezési lehetőséget vagy szándékot, ugyanis hogyha valaki alaposabban szemléli a táblákat, akkor még egy eseménynek emléket állítottak, még pedig a trianoni döntésnek, tehát ez is szerepel a szövegben. Hát a jelentősége mindenképpen a történelmi, illetve politikai megemlékezés 1532-es török ostromról. Ezen kívül, ahogy mondtad, természetesen az 1914-es 14-18-as áldozatokról is beszélni kell, tehát a hősök tornya részben a török elleni, részben az első világháborús harcoknak az emlékét adja. Ezen kívül említettem ugye a Trianon féle megemlékezést. Ugyanakkor én még hozzátennék egy másik célt is, mégpedig a kőszegváros gazdaságának a fejlesztését, vagy fellendítését. Ugyanis ez a török ostrom évforduló, ez együtt járt egy majd, hogy nem fél éves rendezvény sorozattal, amire nagyon sok érdeklődő járult Kőszegre. És tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy idegenforgalmi elrugaszkodás volt a város részéről. Köszönöm szépen. Találtunk egy érdekes cikket, ami ugye 32. májusában a Kőszeg és vidéke egy egész külön számot szentelt ennek az eseménynek. Thiering Gusztávné írásából, kérlek szépen Zoli, hogy olvass fel egy részletet. 4 évszázaddal ezelőtt Kőszegvára a hódító hadak ország útján feküdt. Mohács után néhány évvel a legyengült pártokra szakadt országban a félelmetes hírű kalifa győztes hadainak útja feltartóztathatatlannak látszott. A kis hitűség reménytelennek hitte volna a küzdelmet, Jurisics Miklós és hős bajtársai nem így gondolkodtak. A vitézség ősi erénye a helytállást parancsolta nekik, és ők nem haboztak, nem latolgatták a siker esélyeit, hanem bátran, keményen teljesítették kötelességüket. Az eredmény, amely vállalkozásukat kísérte, késő nemzedékeket lelkesít, buzdít a példa erejével. A régmúlt küzdelem alkalmat adott Hortinak, hogy felidézze a közelmúltat, amikor az egykori ádáz ellenségek, a magyar és a török, baráti jobbot nyújtva egymásnak együtt harcoltak. A nagy háborúban Kőszeg városának is oly sok derék fia áldozta életét hazájáért, de az ő vérük sem hullott hiába, hiszen magasztos példájukkal az utókorra hagyták a küzdés, az áldozatok kötelességét. Most nem a harcmezőn, hanem a mindennapokban, a létfenntartás küzdelmeiben kell hősiesnek, kitartónak lenni. Nincs nemzet, nincs ország Európában, amelynek annyi asszony hőse volna, mint Magyarországnak. Az az élet-halál harc, amelyet a nemzetnek nem egyszer kellett vívnia a fennmaradásáért,
Ez az élet-halál harc tette a magyar asszonyt erőssé, bátorrá, hőssé, anélkül, hogy a nőiesség az anyaság erényeit elvesztette volna. A török dúlás idejében a vár úrnője volt az egész környék gondozója, istápolója, irányítója, és ha férje nem élt, vagy távol volt a vártól, úgy nem egy esetben ez az asszony vette át a védelem vezetését, néha fényes harci sikereket is elérve. Ilyen asszony volt a Kőszegen eltemetett Szécsi Mária, ki romantikus sorsával jeles költőinket ihlette gyönyörű époszokra. Köszönöm szépen, és most ez az utolsó mondat lehetőséget ad nekünk arra, hogy tovább is menjünk a történetek felidézésében, méghozzá éppen Szécsi Máriára, akinek a történetét hárman írtuk meg, Söpte Imre, Bokányi Péter és jó magam, mert egyrészt, mert valóban olyan komplex, másrészt pedig mindannyian hozzá tudtunk tenni valamit, és most először azt szeretném kérni, hogy az irodalom történeti vonatkozását idézzük meg az ő történetének. Nos, Gyöngyösi István 1664-ben jelentette meg a Mársaltársalkodom Urányi Vénusz című 996 verszakból álló költeményét, ami Veselényi Nádor, illetve Szécsi Mária házasságáról beszél elsősorban. És maga a téma, ez a szép romantikus történet, ahogy az imént idézetben hallottuk, valóban sokakat megihletett a későbbiekben. Gyöngyösi műve a 18. század bestsellere volt, mondhatjuk, mert hogy az első megjelenés után a 18. században további 7 alkalommal adták ki, és eljutott odáig a korabeli irodalom, hogy Gyöngyösit Zrínyi Miklós mellett emlegették, mint a legnagyobb két magyar barokk költőt. Aztán jött a 19. század a roppant szigorú Kazincival, aki enyhén szólva máshogy vélekedett, és hát tudjuk, hogy Kazinci nem szokott finomkodni akkor, hogyha kritizál, és nagyon-nagyon alaposan elintézte, hogy Gyöngyösi kiírtódjék a köztudatból, és hát igazságot az okos, higgadt és bölcs Arany János tett a 19. század végén, aki egy tanulmányában valójában elmagyarázta, hogy mi a különbség a két alkotó között. Ami a további feldolgozásokat illeti, és amire Mónika utalt, hogy többeket megihletett a Murányi Vénusz Szécsi Mária sorsa, 1847-ben a Kisfaludi Társaság egy pályázatot írt ki egy róla szóló eposz elkészítésére, és biztosan tudjuk azt, hogy Petőfi, Tompa Mihály, aztán Arany János is pályázni próbált. Időközben Tompa és Petőfi összeveszett. Összevesztek azon, hogy Petőfi nem tartotta túl sokra Tompa művét, ezért úgy álltak bosszút egymáson, hogy egyikük sem adta be a pályázatra a művét. Ebből következően Arany úgy döntött, hogy akkor ő sem. Viszont a pályázatot el kellett bírálni, így egy ifjabb Szász Károly nevű fiatalember kapta meg a díjat. Ő írt egy eposzt, illetve ő is írt egy eposzt, aki viszont nem vette át a díjat, mondván, hogy ha 3 nagy pályázott volna, akkor ő valószínűleg sehol nem szerepelt volna ebben a pályázatban. Úgyhogy ez egy ilyen kedves féli komikus. Brilliáns együttműködési történet. Igen, igazi igen. Magyar. És hát talán érdekes még az is, hogy a 20. században Móricz Zsigmondot is megihlette ez a történet. Móricz egy vígjátékot faragott, Isten tudja miért, ebből a szép regényes sztoriból. És hát itt nálunk pedig a Szent Jakab templomban nyugszik Szécsi Mária. Köszönöm szépen. Zoli, kérlek, hogy itt van egy rész, amit Gyöngyösi művéből. De hogy ennek megalapozzunk, én jó. Szerintem még egy kőszegitől, még egy zenét, még két kőszegi játszon el a majdnem kőszegi közreműködésével. Csernelházi Csernel István Csernelekről már volt szó. Azt gondoltuk, hogy ez a romantikus történet, ez a Lied ohne Worte nagyon jó adalékként szolgál. Thank you.
Bravo, köszönjük szépen, köszönjük. Zolikám, akkor kérlek, hogy olvasd fel ezt a bizonyos részt, a Gyöngyösi. A Murányi Vénusz. Kegyelmes uram, s kegyelmes asszonyom. Az Murányi dolgokban való nagyságtok nagy cselekedeteihez hasonlót nem sokat ismertek az hajdani esztendők is, melynek jól lehet még most dicséretes emlékezete másképpen is eleven sokaknál, mindazonáltal, mivel, hogy nincsen semmi olyan nagy emlékezető cselekedet az, melyet hallgatásban vévén meg ne folytson üdővel az feledékenység, hogy azért azon nagyságtok örök emlékezetet érdemlő cselekedete is az mostan azon viselő nyelveknek szava ellállásával megnémulást vévén, jövendőben az mostani feledékenységtől örökös hallgatás alá nevettessék, sőt inkább, mint főnix porából nagyságtok rothadandó teste koporsújából is életre keljen. Azon nagyságtok egymás kedvéért való cselekedete is az következendő üdőnek messze levő határira repülven ottan is híresüljön, ösmertessék, terjedjen s éljen örökké annak emlékezete viselő históriámnak elevenítése által. S mivel, hogy az régi versek csinálók írásából úgy tanultam, holmi poétai költeményekkel is szaporítottam írásomat. Vénusnak és Marsnak tulajdonítván az Murányi dolgoknak szerencsés végbemenetelét, de nem ok nélkül, mert az régiek az Vénust szerelemisten asszonyának, s Marsot vitészség istenének tartották. Én is az Vénuson szerelmet, s Marson vitészséget értek írásomban, valóságos dolgoknak tartván, hogy ezen nagyságtok cselekedete az Vénus és Mars, az a szerelem és vitészség segedelme által mentek végbe, az vitészséget, a szerelem, a szerelmet, az vitészség bátorítván. Költ a stubnyai hév vízben boldogasszony havának 27. napján az 1664. esztendőben. Köszönöm szépen. Pariska Istvánt kérdezem, hogy Széchi Mária sírja valóban a Szent Jakab templomban van, de ha már Csernelek szóba kerültek, akkor hadd emlékezzünk meg röviden arról Csernel Kálmánnak, mit tennivalója akadt, aki ugye a kőszeg történetét először megírta, a két kötetben kiadta ezzel a sírral. Érdekes, hogy aránylag keveset szól erről. Csernelnek viszont föltűnt, hogy ott len kell, hogy valami legyen. Amit a mély, nagyon mély múlt kútjából fel kell emelni. Nekem Széchi Mária története egy kicsit ellentmondásos, nem vagyok egyedül, de ugyan már ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy az ő története valójában a szerelem története vagy a hősiességé. Köszönöm szépen. Imre, kérlek, hogy Söpte Imrét kérem, hogy egy picit azt mondjuk el, hogy tulajdonképpen a veselény összeesküvés hogyan kapcsolódik kőszeghez, és Széchi Mária mit keresett ebben a városban, mint egy 10 évig, haláláig? Szerintem ezt válasszuk ketté. A kérdés első felére Bariska István mag válaszolja, mert ő volt az, aki felfedezte ezt a történetet. Nem fogják elhinni, akik most hallani fogják a válaszomat. Egyszer levéltár rendezés közben föltűnt új felnémet iratok között, számlák között, hogy olyan nevek fordulnak elő a számlákon, amelyeket a magyar történelem a veselényi féle összeesküvéshez köt. Az történt, hogy az egyik vendéglőben összejöttek a nagy összeesküvés vagy személyes alakjai, vagy pedig szolgái. Hát amikor én ezt megláttam, komolyan mondom, hogy elsápadtam. Hogy lehet valakinek, egy levéltárosnak ilyen nagy szerencséje? Vannak ilyen pillanatok a mi életünkben. Mázlia, hogy ilyet fog meg. És amikor fölbontottam, összekötöttem a számlán lévő adatokat, miért tulajdonképpen a strucszálóról van szó, akkor kiteljesedett, hogy az úgy a veselénye
összeesküvés úgynevezett francia orientációs szakasza Kőszegen zajlott. Köszönöm szépen, Imre, hogy figyelmeztettél teljes joggal, és ez egy olyan pillanat, amikor ugye azt érzékelhetik, hogy a kutatásnak vannak ezek a kiemelkedő momentumai vagy részei, amit talán minden történész megél és levéltáros legalább egyszer az életben. Imre, akkor tehát hogy került ide Széchy Mária, mert nem önként jött? Még egy mondatot ehhez a témához. A dr. Bariska István volt az, amikor én kezdő levéltáros voltam, és nem esett jól, hogy nem találtam meg valamilyen iratot, vagy nem úgy alakult, hogy én szerettem volna, akkor mondta nekem, hogy az irat határozza meg a kutatót, és nem a kutató az iratot. Itt is ez az eset lehetett, hogy az iratok szembe jöttek, és ettől lett aztán megírhatóvá a dolog. Tehát visszatérve Széchy Máriára, ő ugye a Veselényi összeesküvés miatt Bécsben volt, hát mondjuk úgy, hogy házi fogságban, és hónapokig próbálta meggyőzni az uralkodót különböző támogatók segítségével arról, hogy engedjék el őt Bécsből, saját birtokaira akart volna elmenni, azonban ezt nem engedélyezte a király, és köztes megoldásként választották aztán Kőszeget, részben azért, mert a Széchy család kötődött ide, ugye a vár, illetve az uradalomnak a birtokosa a Széchy család egyik ága volt, és másrészt pedig az akkor már letelepedett jezsuitákra bízták rá az ő felügyeletét, mondhatjuk így. Mást nagyon talán nem érdemes mondani erről a dologról, hiszen 3 évet töltött itt, 1676-tól 1679-ig. Feltételezések vannak vele kapcsolatban, amelyeket talán az írásban sikerült némileg cáfolni. Egy biztos lakóhelyét sikerült azonosítani, ez a már nem létező ház, a Schneller és a Ben József utca sarkán, amelyet a város biztosította számára, de bérleti díjat kellett fizetni. Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Most átadom a szót és a telepet Zolinak, mert egy olyan zenei rész következik. Olvasók tudjanak arról, hogy van 3 kifejezetten zenészhez köthető történet a könyvben, helyi zenészhez vagy helyi zenéhez, hangzáshoz, és most ebből egyet fognak Zoliék megidézni, kérlek szépen. Egy szokatlan zenei ősbemutató kísérlet formájában. Kárpáti Sándor a kőszegi németajkú flámis pékmester fiaként lett zeneszerző, és egyedülálló módon komponált Trianon emlékezetére nagyszabású művet Feltámadás címmel. Joggal merülhet fel a kéte, hogy egy történelmi szemléletű könyvben van-e helye zenei elemzésnek. Ráadásul úgy, hogy a tárgyalt zenét senki nem hallotta még, hisz akik hallhatták például az 1932-es pesti bemutatón, nem igen élnek már. Mégis legyen a bátraké a szerencse, hisz miért ne lehetne a most következő szöveget zenei tudás nélkül is követni? Miért ne lehetne belőle megragadni akár az ismeretlen szakkifejezésekkel együtt a zenei eszközök által közvetített mondani valót? Jöjjön tehát a rendhagyó premier kísérlet Cher Uwe Kotta átiratának egyelőre mesterségesen megszólaló hangjai kíséretében. Első tétel, émol. Jaj kiáltásszerű fanfár, teljes zenekar, a vonóskar, a faj és részhúvosok gazdagon felrakva, üsdob, pergő, nagy dob, lefelé gördülő sóhaj motívumok, kiméletlenül ismétlődő motívumok, agóniája stilizált gyászmenet, gyakori dobpergések az üres hangzótérben kopogó triolatá dobritmusok, sokkal inkább a vesztőhelyre vonulás hangulatát festik. Thank you.
a klarinétnak, mintha több szerep jutna, kvázi szóló, kvázi tárogató. Szűkített harmóniák lefelé csorgó kromatika, mintha könyhullást festene. A tétel legvégén rejtélyes, a semmiből felhangzó cselesta mixtúra két ütemig, talán a remény felcsillanásának jelképe. Utolsó harmónia E-dur, amely a kezdeti E-mollból nézve ismét a felemelkedés jelképe. Második tétel. A szűkített hármas hangzatokon ezúttal felfelé szaladó riadó motívum. A kürtökön és trombitákon is a repetált, nyújtott vagy triolás motívumok is az ébresztő jeladás eszközei. És a kezdeti szűk tengely átalakul nyílik a bővített tengelybe, a kis tercek helyett a nagy tercek uralkodnak, az egymásra következő akkordok is nagy tercenként lépnek feljebb. A tercrokon akkordfűzéssel egyre nyílik a tér, wagneriánus trisztáni hömpölygés. A 150. ütemben a hegedű, mintha Erkel himnuszának elejét idézné. Isten áld meg! És az ide beírt molto espressivo nagy érzelemmel utasítás is erősíti ezt a benyomást. Isten áld meg, Isten áld meg. A tétel ebben a reménylő hömpögésben zárul, az egyre elfogyó fafúvós szólamokon illan el a légbe. Felfokozott csendben, kíséret nélkül szólal meg a kórus először a darab folyamán. A boldogasszony anyánk népének egyszerű harmonizációjával E-mollban. Mm.
Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk. A kórussal a vonóskar kerül párbeszédbe, melyhez a fafúvósok társulnak, de a zene megint lefelé gomolygó depresszív kicsengést hoz, megrendítő bensőséges hangvétel. A tétel egy merengő, de rövid basszus klarinét szólóval zárul, ismét a tárogató, a dominánson, H-durban. Negyedik tétel, émol fúga témája indul a csellóval, nem is akárhogyan. Kérem szépen, ez egy verbunkos fúga. Az ikonikus magyar tánc kerül a legmesteribb zenei formában kidolgozásra. Közvetítés. Zseniális és egyedi. Első rész cselló, brács, a második hegedű. A téma belépések E-H-E hangokról. A fúga végén az oboa átkötő szabad ellenpontja behozza a fafúvósokat, majd az első fagot indítja újra a témát H-ról. Domináns terület itt nincs imitáció, végig fut a téma variánsa kísérő szólamokkal, hangnemi moduláció, majd téma újra G-ről az első hegedűn, együtt az első fuvalával. Második belépés a bőgés, második fagot szólamokban, a hangnemek meglepő ASZ hangról. Ám nem fut végig. Ezután, ahogy a zeneszerzői etiket megkívánja, tématorlasztás következik, augmentált témával a kürtökön, végül H-orgonapont, pontosabban osztinátó, verbunkos, ritmusú burdon, mely beletorkollik a fináléba. Édur, a győzelem hangneme. Miután a karének, az új karének elindul, erős vár a mi Istenünk, felhangzik ismét egy karakteres verbunkos ritmusú vezérmotívum, mely többször visszatér. Erős vár a mi Istenünk. Végül felépül a teljes zenekari hangzás. Az E-dur apoteózisa, orgonapont, tremoló, triolás fokozás és a lezárás előtt három előkés B-dur szekundakkord hatásfokozó zenei eszköz az összes eddigi diszharmóniát, egyúttal a riadó kürtök hangját egyszerre fölidéző záró motivum a legvége előtt. És vége.
Paradox módon olyan darabbal állunk itt szemben, amely nem létezik, pedig nagyon nagy szükség lenne rá. Trianon traumájának tisztességes feldolgozása ugyanis még nem történt meg. Nincs vita felett álló művészi alkotás a témában. És most itt állunk egy a háborúk és politikai diszharmóniák között eltűnt kőszegi születésű zeneszerzővel szemben, aki tiszta szívvel, mestersége és művészete legjavát nyújtva tesz kísérletet a fájdalom begyógyítására. Nincsenek se a hangok, se az énekelt szövegek között vállalhatatlan gondolatok. A reménytelenség és a remény drámája vigasz és bizakodó előretekintés van megkomponálva. A két nagy történelmi keresztény felekezet két legfontosabb éneke van befoglalva az ökumené egyesítő erejének jelképeként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zoli. Talán annyit azért mondjunk el, hogy mindenki számára világossá váljon ez, hogy Kárpáti Sándor 1932, pontosan mikor eljátszott a... Februárjában a Pesti Vigadóban egy premiért vezényelhetett, és a korabeli sajtó igen elismerően nyilatkozott erről a koncertről. Tehát konkrétan visszatapsolták a szerzőnek, aki egyébként szerény személyiség kellett legyen, föl kellett mennie a színpadra, mert követelték a szerzőt. Ennyit tudunk a darab sikeres életéről. Volt, igen. És most megidéztük. A zenei örökség feltárása mellett, és most egy picit el fog térni a forgatókönyvtől, házigazdaként ezt megtehetem, anélkül, hogy itt Németh Szilárd, aki a technikai hátteret kollégája biztosítsa, rosszul legyen, de látom itt az online térben jelenlévő vendégeinket, és azt szeretném kérni, hogy néhány mondat erejéig egy zenei örökség mellett szintén nagyon fontos a városnak, hát gazdasági örökségét idézzük meg a szabadvári család kapcsán. Én írtam egy kis rövid történetben meg, nagyon értékes források alapján, amit ugye a családtagoktól kaptunk, és még kapunk is, ez folyamatban van, ugye a Szabadvári Ferenc kőszektől, vagy a szappangyától az akadémiáig címmel egy kis rövid történetet, amit Boriska is ugye lektorált, és itt van velünk Görög Sándor is, aki szintén lektorálta, hiszen szakmailag ő tudta a legjobban megítélni, hogy amit én írok, az, vagy ahogy én értelmezem ugye Szabadvári Ferenc pályáját, hogy az vajon helyese. Úgyhogy most először hadd szólítsam meg Gábort, Őrsi Gábort, akivel először Imrénél találkoztunk a levéltárba, és akkor derült ki, hogy én éppen olyan dolgokat kutatok, vagy kutatok ugye a kollégákkal, aminek te is részese vagy. Úgyhogy kérlek szépen, hogy nagyapádról mondjál néhány mondatot, illetve arról, hogy a családod hogyan kötődik kőszeghez. Pár szót az egyetemnek az egész munkáját, tehát egy egészen egyedülálló dolognak tartom azt, amivel önök ti foglalkoztok, úgyhogy tulajdonképpen mindent így csodálattal nézek, ami az érdeklődési körötökbe tartozik, ehhez szeretnék gratulálni. Valóban így volt, tehát egyszer ott találkoztunk, én pont a nem tudom, család azt hiszem, hogy a dédnagyapám egyik testvére által leadott anyagokat tekintettem át Söptei úrral, amikor a Mónika bejött, tehát tulajdonképpen így kezdődött a mi ismeretségünk, és ennek okán tulajdonképpen egy ilyen több éves beszélgetés vagy kommunikáció okán született meg most ez a tanulmány, amit én már elolvastam, és nagyon szépnek és nagyon jónak tartom, hogy ez megjelenhetett, és nagyon büszkék vagyunk rá, úgyhogy ezért is a hálámat és a köszönetemet fejezem ki. A nagyapám, tehát Szabadvári Ferenc, ő egy ízig-vézig kőszegi ember volt, ugye a mi családunk tulajdonába tartozott a szappangyár, ezt akárhányszor helyiekkel beszélgetek lent Kőszegen, ugye zárójel, azért mondtam, hogy félig meddig kőszegiként, mert én annyira megszerettem Kőszeget azokon az élményeken keresztül, amiket gyerekkoromban a nagyszüleim még oda visszajáróban nyújtottak, tehát mi sokat jártunk le Kőszegre, húsvéti körmeneteken mindig ott voltunk, ugye a nagyapám egyik nővére lent maradt, miután a szappangyárat államosították, tehát azt akartam csak mondani, hogy ezt a szappangyárat, ez valahogy így megmaradt a kőszegi emlékezetben, tehát ezt így tudják az emberek, hogy melyik a szappangyár, ugye, amit a Mók útnál található, most éppen lakóparkot csinálnak belőle.
Tehát ugye ezt a nyilasok és a kommunisták is államosították, akkor már ott 100 éve nagyjából szappanfőzési tevékenység folyt, és akkor hát ez erről is rengeteg legenda van, amit én gyerekkoromban hallottam, hogy itt hogyan, mennyire gyorsan, hogyan kellett elhagyni tulajdonképpen Kőszeget, hogy a nagy platánfa alá van elásva a családi arany, meg az ezüst, meg ebből aztán rendkívül sok ilyen vicces családi történet származik, hogy akkor valaki el akar indulni kincskeresővel, de akkor mindenki azt mondja, hogy ez hülyesség, ne csináljuk, nem tudom. Tehát lényeg a lényeg, hogy utána ugye a kommunisták is államosították a gyárat, és tulajdonképpen akkor a család egy ilyen balatonboglári kitérővel felkerült Budapestre, és a nagyapám osztályidegenként valahogy valamilyen csodával határos módon el tudott helyezkedni a műegyetemen, ahol ugye a nem tudom, a reakciós származása okán, vagy hát a polgári származása okán ugye azért 18 évig tanársegédként üzemelt, tulajdonképpen az összes tanítványa lekörözte őt a ranglétrán, de valahogy a tudománytörténettel kezdett el foglalkozni, ugye ő kényszerből lett vegyész, tehát mindig a történettudomány érdekelte, kényszerből lett vegyész, mert hogy az édesanyja azt mondta neki, hogy Ferikém, én értem, hogy te történész szeretnél lenni, de nekünk szappangyárunk van, tehát te legyél kedves inkább a mérnöki pályát magadévá tenni. Tehát ha már az egyetemre került, ilyen módon lett ő tudománytörténész, hogy ugye a kémiához is valamilyen szinten értett, a történet nagyon érdekelte, akkor ez még egy parlagon hagyott terület volt, Magyarországon tudománytörténettel senki nem foglalkozott, és tulajdonképpen hát a rendszerváltásig ő nagyon aktív volt az egyetemen, és nagyon aktív volt ugye az Országos Műszaki Múzeum élén is, aminek azt hiszem, hogy 78 óta volt a főigazgatója, és bocsánat, nem akarok túl sokat beszélni. Most meg sajnos nem hallok semmit. Nem hallasz semmit. Akkor az igen. Most meg őt nem halljuk. Most jó, hát a technika az kicsit közbeszól, de talán azt hallod, hogy azt a témát érintetted, ugye, hogy nagyapád hogyan lett tudománytörténész, ahol Görög Sándor tud kapcsolódni, és kérem, hogy néhány mondat erejéig, Sándor, ha hall minket, akkor kérem szépen, hogy kapcsolódjon. Ugye Görög Sándor az első kötetnek, a kőszegi történeteknek volt az egyik szereplője, hiszen 44-ben és hát utána éveken át ugye kötődött szorosan a városhoz, azt ott megírtuk, azt most nem idézzük föl, viszont kémikusként kérem szépen, hogy néhány mondatot Szabadvári Ferenc tudománytörténeti jelentőségéről mondjon nekünk. Igen. Előtte 2 percért még visszatérjek a kis tábornagyra. Én a Kőszegi Bencés gimnáziumnak voltam a második gimnazista diákja, amikor abban híradóban elmondott temetése a kőszegi családi kriptában megtörtént, és mi Kőszegi Bencés diákok is a város több egyesületében együtt díszsorfalat álltunk a koporsó lerakása és a kripta között, úgyhogy 12 éves gyerekként én is tagja voltam annak a sokkalnak. Ezt még a kis aldából nagyjal kapcsolatban szerettem volna mondani. Na most, ami Szabadvári Ferencet illeti, én elnézést én nekem, hogy Szabadvári Feri, annak ellenére, hogy ő 10 évvel idősebb volt nálam, és én őt, hát Kőszegen mindenki Szabadvári nevet, mint a szappangyárost ismerte, és a szappangyárt ismerte. Ő is a Kőszegi Bencés gimnáziumban járt 8 évet, én csak 3 évet jártam ott. Amint azt a unokája, vagy dédunokája? Unoka vagyok. Unokája elmondta, ő neki humán érdeklődése volt, és őt a történelem jobban érdekelte, és családi nyomásra ment el vegyésznek, vegyészmérnöknek pontosan, Erdei Lászlónak, a kor egyik vezető
analitikus kémikusának az intézetében dolgozott. Én onnan ismertem őt, mert én akkor már Richterben voltam analitikus, itt a gyógyszergyárban, és volt egy bizonyos kooperációnk ezzel a tanszékkel. Ő egy nagyon kitűnő kémikus volt, és kitűnő cikkeket írt, de ezek nem haladták meg a kiválóságnak a szintjét. Ő végig egy humán érdeklődésű ember maradt a kiváló kémiai eredményei ellenére, és hogy minek köszönhető, azt nem tudom, egyszer csak elkezdett kémia-történeti dolgokat írni. Ezek zseniális voltak. Ő megírta, mint analitikus kémikus, megírta az analitikai kémia történetét, amit én nem tudom hány nyelvre, de minden pontosabb világnyelvre lefordítottak, és ez a mai napig is egy alapvető munkának számít. És azon kívül ő Lavoisiertől kezdve egy egész sor nagy kémikusnak az életét megírta, hihetetlen gazdagságban foglalkozott ő a tudományokat, ezen belül elsősorban a kémia történetével. Ő vele szorosabb kapcsolatban akkor kerültem, amikor fölmerült az ő akadémiai tagsága. Megmondom őszintén, akkor a kémiai osztálynak tagja, sőt, akkor éppen elnöke is voltam. Voltak ellenfelei, akik azt mondták, hogy egy történész az, azzal foglalkozom a történelmi osztály. Hát én biztosra vettem, hogy a történelmi osztályban egy tudománytörténész, sose lehet akadémikus, Pokatilában néhány évvel ezelőtt beszélgettünk erről, és ő ezt a vélekedésemet megerősítette, de végül is sikerült elérni, és többségi szavazással 1994 lőtt az akadémia a levelező tagjává, aztán 2004-ben a rendes tagjává választottuk. Ő neki a jelentősége, mint tudománytörténésznek, mint kémia-történésznek a mai nap is kiemelkedő. Köszönöm, Sándor, hogy ezt elmondta, és hát volt olyan kedves, hogy elolvasta a kéziratot, sőt, nagyon hasznos tanácsokat adott, hogy mit javítsak, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Arra, hogy hát hogyan lett tudománytörténész Szabadvári Ferenc, Gábence kollégámmal csináltunk interjút néhány hete, ugye a lányával, illetve unokájával, Gáborral, és ott ugye elhangzott az, hogy hát szépirodalmi műveket írt, novellákat, talán még annál hosszabbakat is, amikor a felesége azt mondta, hogy ebből nem lesz pénz, apukám, úgyhogy legyél szíves, és inkább tudománytörténettel kezdjél foglalkozni, és ha jól értem, az egyetemi főnöke szintén ebbe az irányba terelte a dolgot. És hogy értsék a kedves közönség, értse, hogy ez mennyire élő ez a kutatás, akkor derült ki számomra, hogy Szabadvári Ferenc irodalmi hagyatéka kéziratban, géppapíron a családnál van, úgyhogy most megbeszéltük, ne hozzuk kőszegre, Bokányi Péter kollégámmal el fogjuk olvasni, és meglátjuk, hogy ezzel az örökséggel mi a teendő, milyen javaslatot lehet tenni. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Két rész van még hátra, és úgy gondolom, hogy tartani is fogjuk az időt. Az egyik egy picit rövidebb, de nagyon fontos megidézni Széchenyi Ferenc kőszegi kötődését, Széchenyi Ferenc gróf, aki ugye hát nem is kérdés, hogy mindenki tudja, hogy milyen országos jelentőséggel bír, ugye többek között a Nemzeti Múzeum megalapítója, illetve a legnagyobb magyarnak nevezett Széchenyi Ferenc édesapja. Mielőtt Imrével beszélgetnénk erről néhány mondatot, kérlek Zoli, hogy olvass fel azt a rövid részt, amit itt kiválasztottunk. A szabad kőműves meccénás, Széchenyi Ferenc gróf. Gróf Széchenyi Ferenc emlékezete a fia, a legnagyobb magyar gróf Széchenyi István árnyékában maradt fenn. Pedig jelentős adomány fűződik a nevéhez, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár megalapítása. Érdemei elismerését 1807-ben törvénybe iktatta az országgyűlés, több külföldi tudományos társulás, a Varsói, Jénai és a Bécsi Tudományos Akadémia és a Göttingeni Királyi Tudományegyetem tagjává választotta. Életpályája szorosan kötődik kőszeghez, de sem az életrajzi feldolgozások, sem a levéltári források nem bővelkednek a városban folytatott tevékenységét bemutató adatokban.
A Fraknói Vilmos által írt 1902-ben az Országos Széchenyi Könyvtár alapításának centenáriumára kiadott életrajz mindössze az ülnöki kinevezés tényét közli, a pontos dátum megadása nélkül. A szerző a bírói pozícióban eltöltött évek legfontosabb eseményét sógornőjével, bátyja özvegyével kötött házasságában látta, ami mellett némi betekintést kaphatunk a szabad kőműves mozgalomba való részvételébe. Tudósít még a kőszegi utolsó év azon próbálkozásairól, amikor magasabb állásra akarta felváltani kissé megunt hivatalát. Köszönöm szépen, és Imre, kérlek szépen, hogy röviden foglald össze, hogy miben áll a jelentősége Széchenyi Ferenc kőszegi tartózkodásának. Csernel Dávid jó barátja volt, aki ugye a Csernel család katolizáló tagja, és a Csernel család karrierjének ugye a megindítója tulajdonképpen. Tied a szó. Hát nehéz megfogalmazni, de talán onnan lehetne elindulni, hogy ő egyike volt azoknak a dunántúli kerületi táblánál dolgozgató nemeseknek, főnemeseknek, akik egy kicsit megfertőzték a várost az új eszmékkel, az új technikákkal, az új megoldásokkal, de ő talán egy kicsit kiemelkedik közülük, talán a részben a később befutott pályája okán és az emlékezete kapcsán, de például egy olyan részt tudunk kiemelni, amivel talán Zolinak lehetne foglalkozni a későbbiekben, hogy Kőszegen zenekart tartott. Igaz, nem egész évben tartózkodott itt, körülbelül, hogyha fél évet eltöltöttek itt a bíráskodással az akkori jogászok, de ennek ellenére egy zenésztársulatot tartott fenn magának, aminek a munkájához ő vásárolt frissen készült kottákat is. Annyit lehetne még kiemelni az ő tevékenységéből, hogy az említett szabadkőműves mozgalomnak az egyik vezető férfia volt, és ebbéli tevékenységét ugyan annyira részletesen nem ismerjük, de nagyon sokakat vonzott be ebbe a mozgalomba, például az említett Csernel Dávidot is, és tulajdonképpen jó emlékkel búcsúzott a várostól, ismerősöket, talán barátokat is szerzett magának. Megint csak Csernel Dávidra kell visszatérnünk ezzel kapcsolatban, mivel Csernel Dávid volt az, aki szárnyai alá vette Lajos fiát, tehát Széchenyi Lajost, aki szintén a dunántúli kerületi táblánál volt tiszteletre ülnök. Köszönöm szépen, ugye ez az egyik érdekes része ennek a kutatásnak, ami most számunkra kiemelkedően fontos, a hálózatok feltárása. Hát itt nem is kérdés, hogy a festetés rokonság az, ami talán a legizgalmasabb. Széchenyi István ugye Festetics Imrének volt az unoköccse, aki hát szintén szerepel nem csak az első kötetben, hanem egy külön monográfia is született ugye Pócai Péternek köszönhetően az ő tevékenységéről, tudományos jelentőségéről, és azt hiszem az intézetünknek kult szerepe van abban, hogy egy picit tudatosítsuk, láthatóvá tegyük a szomszédos Festetics palota egykori tulajdonosának a tudománytörténeti jelentőségét. És ezzel elértünk tulajdonképpen az utolsó részhez, ami a jövőről fog szólni. Mielőtt ebbe belemerülünk, azért hadd említsem meg, hogy nem hangzott el, de most itt a pillanat, hogy ennek el kell hangoznia. Tehát a szerzők ülnek ott, itt egy szerző távol van, Bokányi Péter, tehát irodalmárként dolgozott a könyvben, Söptei Imre történész levéltáros, Mizsei Zoltán zenész, az ő kollégáinak a gyűjtései szintén nyomot hagytak a kéziraton, ugye Uwe Scherre elsősorban, illetve jó magam történészként. Trádler Henrietta nincs köztünk, pillanatnyilag Budapesten dolgozik, ő is több történetnek az elkészítője, szerzője, és ezek közül az egyikre szeretnénk most reflektálni. A századfordulón divat volt jövő vizionáló képeslapokat nyomtatni, ezzel Kőszeg tulajdonképpen megint csak egy hálózat részévé vált,
mert ilyen képeslapokat Chicagóról készítettek, New Yorkról készítettek, Párizsról, stb. Stb. Tehát hogyan képzelték el az 1890-es évek, vagy éppen a századfőtt tízes években az adott város jövőjét. Nyilván ezt ihlette az a technikai fejlődés, ami az ipari forradalom és a másik ipari forradalomnak a következménye. Ehhez kérlek szépen, Zoli, most te döntöd el, hogy először zenélsz, vagy olvasol, kérlek szépen, hogy add meg a hátteret hangulatban. Hát, ha hozzám került a döntés joga, akkor az előző honfiakat búcsúztassuk el mai házi szerzőnk Kárpáti Sándornak. Egy kis karakter darabjával, kis honfiak. Muszáj lesz fölfedezni, mert tehát ott Bartók és Kodály környékén egy olyan zenei stílust képvisel, ami hiányzik a zenei, magyar zenetörténetből. Ezt innen már bátran állíthatjuk a zongora és a hegedű mellől. Viszont Kőszeg és a jövő. Hőlék ballonnal Budapestről Kőszegre. Lebegő villamosok drótpályán, gőzmozdony magas vasúton, egy 1912-ben készült futurisztikus képeslapon így képzelték el Kőszeget 100 évvel később. Az óházhoz vezető út fáradt, turisták és helybeliek pihennek meg a zöld ormú hegyen. A jobb sarokban egy szerelmes pár enyeleg, talán a nászútjukat költi Kőszeg idilli hangulatú városába, nem tudni. A képről a béke és a nyugalom árad. Az óház beteljesítette küldetését, turisták és helybeliek tömege veszi birtokába a hegyet. Az 1910-es években az épület még igen fiatalnak számít, 1896. május 10-én a millennium tiszteletére adták át. A jövőbeli kőszegi tájkép meghatározó elemét képezve ezzel mintegy a következő ezredévet vetítve elő. Az emberek tudni akarták, mit tartogat számukra a jövő, érthetően. A 19. század a fejlődés kora volt, és valóban 1880-ban a világ egészen más képet mutat, mint 100 évvel korábban, a francia forradalmat megelőző években. Soha a történelem során nem volt olyan sűrű egy évszázad, nem változott annyit a mindennapi élet gyakorlata, a kommunikáció, az utazás, vagy éppen a föld lakóinak száma, mint éppen a 18. és a 19. század vége között. Ahogy Hobbes Bone, angol történelemíró mondja, a globalizáció, ami már javában zajlik a 16.-17. századi gyarmatosítások idején, és amelynek része a levantei kereskedelem vagy a középkori felfedezők utazásai, a 19. század végére teljesedett ki.
A Föld addig ismeretlen helyszínei, még az olyan nehezen megközelíthető célpontok, mint az északi és a déli sark is felkerültek a térképre. Mozart még arról panaszkodott az apjának írt leveleiben, hogy a postakocsi rázkódása olyan fájdalmas sérüléseket okozott az alfelén, hogy a koncertek alatt alig képes a zongoránál ülni. 100 évvel később az amerikaiak és az oroszok napok alatt több ezer kilométert vonatoznak. Jules Verne angol úriember hőse, a kalandvágyó Phileas Fogg, a londoni reformklub kiváló tagja 80 nap alatt kerüli meg a Földet vasút és léghajó segítségével 1873-ban. A fantasztikus teljesítményről mindössze 3 évvel később, 1876-ban a magyar olvasók is értesülhetnek Szász Károly fordításának és a Franklin társulatnak köszönhetően. Köszönöm szépen, és mielőtt megkérem Misztivenc Ferenc főigazgatót, hogy zárja le a mai estét. Imre, kérlek szépen, hogy nagyon röviden ennek az egész jövő víziónak, ugye Kőszegen az egyik mozanata volt a mozinak a története, és azért is aktuális, hiszen a Bálház megújul, és ez a mozi éppen a Bálházban volt. Úgyhogy kérlek szépen, hogy Ludwig Bélának add meg a tiszteletet, amit sajnos ebben a városban eddig nem kapott meg. Röviden. Köszönöm. Sőt, halálakor szinte elfeledkeztek róla, pedig 25 éven keresztül vezette a kőszegi mozit, mindenféle balsorssal sújtva, többször hónapokra be kellett zárnia, mert annyira nehéz anyagi helyzetbe került. Visszatérve a történet elejére, hogy a mozgófilmmel már korábban is találkoztak a kőszegiek, tehát több mint 10 éven keresztül, hol cirkuszi sátorban, hol magánháznál, hol a Bálház nagy termében mutattak be filmeket, és 1913-ban véglegesítette aztán magát itt a városban Kismartonból érkező Ludwig Béla, aki végigélte a néma filmtől a hangos filmig az egész időszakot. 1931-ben sikerült bevezetni a hangos filmet Kőszegen. Nem tudom, hogy kaphatjuk a képet, vagy... Kapjuk, ja, a közönség látja a képeket. Tehát a 1931-ben egy német filmet mutattak be, Mámor keringő címen, aminek teljesen más volt a német címe. Egyébként ez ma is így megy, legalábbis úgy tapasztaltam. Érdekes egy statisztika ezzel kapcsolatban, hogy a 1930-as évek elején a itt vetített filmeknek a túlnyomó része amerikai gyártású volt, néhány német és francia mellett abban az évben egyetlen egy magyar filmet sem mutattak be, ami talán nem is véletlen, mert nem is gyártottak abban az évben egyetlen egy magyar filmet sem. Ennek az okait azért lehetne elemezni, hanem akkor tovább menve a mozi sorsa összefort a Bálházéval, ami, ahogy mondtad, most újabb megújulás elé néz, meg néhány évvel ezelőtt egyszer már neki kezdtek ennek, és 1941-ben a kőszegi takarékpénztár volt az, amelyik teljesen átalakítatta, és szinte újjá alakult. A korábban elektrobioszkóp néven futott, ekkortól belvárosi mozgó lett a neve. És hát aztán a további sorsa, tehát az 1941-es újraindításkor mutatták be a Hét Szilva fa című filmet, és 1945-ben az utolsó, tehát a szovjet csapatok ideérkezése előtt az utolsó film a Torockai mennyasszony volt, és utána az első film, amit bemutattak, szintén ez a film volt. Úgy látszik, nem sikerült visszajuttatni a forgalmazókat. A mozi átvészelte ezt a rendszerváltást. A további sorsa ugye egyértelmű, hogy 1948-ban államosították. Köszönöm szépen. Tokai Nagy Erzsébetet hadd kérdezzem még meg, vagy hadd kérjem meg, hogy könyvtárosként, aki az olvasó szempontját érti, és talán közülünk a legjobban tud azonosulni ezzel,
hogy kérlek szépen mondjál nekünk néhány mondatot arról, hogy most ez elég sok történet felvillant, meg hát jól ismered a kéziratot, és hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy mennyi hibát vettél észre, és figyelmeztettél minket, és nagyon elkötelezetten segítettél abba, hogy a nyomdába a legjobb változat kerüljön. Hogy, tehát az olvasó ebből vajon, hogy 21. században mit élvez, hogy látja ezeket a történeteket? A kötet hátoldalán lehet egy rövid kis szöveget találni, amiben egy kérdés van, a Hankis által fölrakott kérdés, hogy mit keresel itt. És azt gondolom, hogy nagy tiszteletet érdemelnek Mónikáék, akik a kőszegi kutatókkal együtt, Mónika, aki nem kőszegi, elkezdtek ezzel a témával foglalkozni. Még lehet az. Jó úton van. És már a második kötet jelenik meg. Hogy nekem mit jelent az olvasót képviselve? Annyit azért el kell mondanom magamról, hogy én eredetben szombathelyi vagyok, illetve Kőszegen is rengeteget voltam. És az előző kötet is, és ez a kötet is, nekem abban segít, hogy még közelebb kerüljön hozzám a város, még jobban megerősítse az identitásomat, és amikor különböző barátaim, vendégeim jönnek, akkor ezekből is tudok meríteni, és be tudom mutatni az általam nagyon büszkének tartott Nyugat-Dunántúl két városát, az egyik ezek közül Szombathely. És itt elhangzott az levéltár esetében Imre mondta, hogy hát minden irat megtalálja maga kutatóját. Ezt mi könyvszerosok azt szoktuk mondani, hogy minden olvasó, minden könyv megtalálja maga olvasóját. És azt gondolom, hogy akik itt hallgatják ezt a könyvbemutatót, meg kezükbe kerül a könyv, tehát önök lesznek ezek az olvasók. Igen, köszönöm szépen a szót. Egy nagyon rendhagyó intézet vagyunk. Tehát itt a másfél órás izgalmas beszélgetés végén a könyvről is szó esett, Erzsének köszönhetően, nem csak a történetekről, de ez egy módszerre utal, de Mónika emlékszik rá, biztosan a többiek talán nem, hogy a legelején itt a tevékenykedésünknek 14-ben talán Mónika ezt az ötletet, ezt a kifejezést asztalra tette, hogy beszélő házak. És ez engem akkor nagyon, nem biztos, hogy nem engem, hanem többieket is, nagyon megragadott. Ugye én akkor már egy hosszú ideje, nagyon sok időt töltöttem Kőszegen, hogy hadd mondjam el, hogy 94-ben jött létre az Európa Ház. Nak a tevékenykedése akkor kezdődött el, és 15-ben egy egyesületet hoztunk létre, aminek a körünkben ülő szenior Bariska tanár úr volt az első elnöke. Úgyhogy ez egy kérdés, vagy egy javaslat a Mónikához, hogy lassan már, itten 30-valahány éve tevékenykedő kollégák is elkezdhetnének beszélni ezekről a házakról, például erről az Európázról, de most nem, ez csak egy ilyen kis mellékgondolat, hogy ez az ötlet fogant meg, és ezzel nagyon sokat vitatkoztunk. Tehát ez egy műhely, egy rendhagyó intézet, amit most nem mutatok be részleteiben, de egy műhely, amiből kiforrott nagyon sok minden, többek között ez a két kötet. És még mindig forrásban van, nagyon jó értelemben mondom ezt. Ez a módszer, ez nem egy kikísérletezett, bejáratott módszer, hogy egy helynek a lényegét, az üzenetét, a lehetőségeit mutassuk be olyan történeteken és olyan embereken, résztvevőkön, játékosokon keresztül, akiket szándékosan nem kapcsol, nem keressük köztük minden az összes egyébként valószínűleg létező kapcsolatokat, hanem hagyjuk a történeteket beszélni. Ez egy óriási módszer, de most ugye a rendhagyó könyvbemutató után föltenném a kérdést a könyv szerkesztőjének, hogy beszéljünk a könyvről, hogy miért lett ez a válogatás? Elég sokat beszélgetünk arról, hogy mi legyen benne, mi ne legyen benne. Hogyan jött létre ez a könyv? Miért ezek a történetek kerültek bele? És rögtön a második kérdés, hogy segítsek ebből a labirintusból majd kimászni. Mi lesz a következő kötet? Mátai Mónikát hallják.
Hát, hogy miért? Van egy pragmatikus szempont. A főigazgató úr a kényes pillanatokban meghozza azokat a döntéseket, amit nyilvánvalóan... Feri, igen. Jó, igen. Feri. Hát itt a kedves közönség hát, tudják, előtt. Oké. Okay. Tehát Feri azt mondta, egy, emlékszem, ez 2019 májusában volt, éppen egy konferencián ültem, fő volt telefon, és azt mondta, hogy figyelj, túl hosszú, ez volt az első, és egyharmaddal le kell rövidíteni. Ez volt péntek délben, és vasárnap éjfélre meg volt ugye a lerövidített változat. Magyarán kimaradtak bizonyos töltetek, azok értelemszerűen nem mindegyik. Tehát volt olyan, amiről volt egy olyan szakmai értekezés, Bariska István is egyértelműen azt javasolta, hogy az egy olyan érzékeny téma, hogy szenteljünk neki egy külön kutatást és egy külön kötetet, így is lesz, tehát ugye kőszegés a 44, illetve hát itt ugye a holokauszt, stb. Ez a témakör, ez nem passzol egy ilyen típusú válogatásba, amivel aztán teljesen egyet is értettünk. Tehát volt egy pragmatikus szempont, illetve a másik szempont, amit mondasz, hogy hát ugye ez egy élő kutatás, tehát az, hogy a szabadvári história most jutott el olyan fázisba, hogy érdemes legyen, és tudunk róla érvényesen beszélni, az annak köszönhető, hogy a Gábortól megkaptam ugye a gyári naplót, amit Szabadvári Ferenc 44-45-ben írt, illetve a visszaemlékezését, amelyek olyan értékes források, hogy azok alapján már meg lehetett írni ezt a történetet. Szempont az, hogy próbáljunk nőket betenni a kötetbe, tehát hogy azért ne csak egy férfi történet legyen ez a kőszegi. Trádler Henriette ugye földolgozta a Ródórának, Ródóra naplóját, aki Cserne Istvánnak volt a felesége, és folytatta ezt a naplóírást. Ez is egy nagyon fontos szempont volt. Illetve az, hogy próbáljuk ennek a városnak a nagyon sokszínű múltját megmutatni, amiben nem csak politika történet van, hanem mellett ott van ugye a zene, ott van, a, ahogy mondtam, a gazdaság, és hát mindenféle szellemi vonatkozások. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha a két kötetet együtt nézzük, akkor ezek mind jelen vannak. Most a következő terv, hogy visszük tovább a módszert, tehát amit már összeraktunk tulajdonképpen, és arra vár, hogy menjen az olvasó szerkesztőköz, illetve előtte a lektorokhoz, az a Keszthelyről szóló keszthelyi történetek, egy hasonló beszélőházas módszer, természetesen elsősorban keszthelyi szerzőkkel, de az intézet, hogy mondjam, szakmai támogatásával és kiadásában, illetve az a tervünk, hogy ebből a két kötetből csinálunk angol, esetleg, ha meg tudjuk oldani, német nyelvű változatot, hiszen az ide érkező turisták vagy egyetlen érdeklődők számára ez egy olyan lehetőség volna, hogy kőszegbe egy picit ez a helyszere, amelyről Feri az előbb beszélt, ez hozzáférhető legyen, és ebből valamit megérezzenek azok, akik ide jönnek. Igen, áruljuk el a hallgatóságnak, hogy nagyon sokféle interpretációnk volt arról, hogy mit kéne csinálni. Volt egy olyan, hogy azért kellene a történeteket bemutatni, mert ezek a történetek el vannak folytva, nincsenek elmondva, nincsenek kikutatva. Egészen kevés tudják a Jurisics védtel a törökök ellen. Szóval van egy-két dolog, amit lehet tudni, de amúgy eléggé sokáig hallgattak a házak. A házak, a helyek, tehát ezek most... Igen, de itt különösen ez a nagyon-nagyon sűrű történetű kisváros, ami hallatlan izgalmas. Maga ez a tény, hogy ekkora pici kis helyen hogy tudott ennyi minden elférni. Ezt én egyfolytában minden nap megkérdezem magamtól. Ennyi mindenki, és ennyi mindenki akar ide visszatérni, ez már önmagában egy nagyon izgalmas kérdés, titok, de hogy ez a folytatása mi legyen ennek, én hadd éljek egy javaslattal, Kőszegre vonatkozóan, legyenek a kőszegi polgárok egy állandó beszélgetésre hivatottak, meghívva ide, ez állandó, azt nyilván nem minden napra gondolunk, de a Kőszegi Európát Egyesület újra éled, úgy érzékelem, és ezeket a beszélgetéseket lehetne folytatni, hiszen nyilván a hallgatóság soraiban volnának most is ebben a pillanatban, akik szeretnének még, akikbe beleszorult a mondani való, és elnézésüket kérjük, ha nem tudjuk most mindenkitől ezt meghallgatni, bár én nagyon kíváncsi volnék. Tehát érdemes volna hagyni a történeteket feljönni, burjánozni, mert ez a nagyon jó hír, és én ezt egy nagyon-nagyon jó kötetnek tartom. Hadd gratuláljak a szerzőknek és a szerkesztőknek. Tudom, hogy kemény munka van mögötte, de azt hiszem, hogy ez nagyon megérte. Itt a nagyon szürke, ónos, havas hétvégén láttam embereket kijönni a Zwingerből, és
Több kötetet cipeltek külsegi polgárok, de rákérdeztem, hogy hova viszik, azt mondták, hogy a családnak, a filmnek, hát a szappangyára, tehát hogy azt hiszem, hogy most van először komoly visszhangja annak, amit kigondoltunk, hogy meg kell szólalni. Tehát az elején egy kicsikét nyomasztó lehetett az a két bejátszás és a történelmünknek ez a két epizódja, ami szintén nincs kibeszélve. Helyi szinten sem, és országos szinten sem. Tehát két gyászhuszár csapatot láttunk. Igazából. Ugye? Tehát igen, egy kormányzó, aki nyilván fontos ember volt, de se külsegi nem volt, se polgár, még mindig ilyen, hogy ez a helyzet, még mindig ilyen prominens szerepet játszik a gondolkodásunkban érthető módon, de nincsen, utána a kommunista gyászhuszárokat láttuk, borzasztó, lehangoló, akik ezt egyébként kiváló polgári attitűdű kis Jánost ugye újra temették. De ezek utcában elnevezve, nincsenek ezek így átgondolva, megbeszélve. Az, amit én megéreztem ebből, most ami új, hogy ez a nagyon labilis, nagyon bizonytalan, ahogy Isten is mondta, ambivalens magyar történelem az elmúlt 100 évben, a zsidó törvényeivel, a kormányzóval, a holokausztal, a kommunizmussal utána, ez egy olyan városban is történt, ami mérhetetlenül stabil. Ez egy kőváros. És ezt a stabilitást, ami egy 800 vagy még több évre visszavezethető történelemben gyökerezik, ezt érdemes újra meg újra gondolni. Ez nagyon ritka, azt hiszem. Amitől, bocsánat, nem akarok hosszabban beszélni, csak hogy ezek olyan titkok, amik megérnék a további miséket, úgyhogy én szeretettel meghívok mindenkit, hogy folytassuk, találjunk módot arra, hogy ebben a hibrid létben, ami azért hát ugye minket is becsalogat a labirintusba, hát azért próbáljuk meg folytatni ezt a rendkívül izgalmas beszélgetést, és hát én nagyon gratulálok a szerzőknek, és kívánom, hogy még sok ilyen kötet szülessen. Jó? Ilyen kezdte, ilyen Veszprém, de jöjjünk vissza Kőszeghez. Visszajövünk a harmadikkal. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. És köszönjük szépen az érdeklődést, itt látszik az online térben, azért azt hadd mondjuk ki, hogy több mint 60-an voltunk együtt online és offline. Ami hát azért... meg aki még titokban figyelte, a másik szabályában, 70-en legalább. Akkor 70-en, tehát ez egy könyvbemutató, azt hiszem, hogy egy szép létszám, és remélem, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést a kötet iránt. Külség rekordok könyvbe beírjuk. Oké. Köszönjük szépen. És akkor a végén mi innen zenészek a teremben elhelyezett karácsonyfa fölül kívánunk az elkövetkezendő ünnepekre boldog karácsonyt Kárpáti Sándor a karácsonyfa alatt című művével.